Köszöntöm a duett nézőit, és szeretettel üdvözlöm Kuruc Orsolyát, az Alapjogokért Központ projektvezetőhelyettesét. Köszönöm, hogy első ízben itt van nálunk. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a nézőket. Kedves Orsolya, nagyon sokan, nagyon sokat beszéltek már az elmúlt héten, csak az elmúlt hét napon át a vétóról, Magyarország és Lengyelország vétójáról, amelyel hát ellenállunk a 2024 2027 es európai költségvetésnek és ennek a bizonyos felújítási alapelosztásnak. Kérem, hogy most a maga szempontjából értékelje ennek a vétónak a jelentőségét. Ez a vétó, bár most az elmúlt egy héten beszéltünk róla nagyon sokat, azért nagyon régóta a levegőben van. És ez szerintem annak köszönhető, hogy a magyar és a lengyel kormány nagyon következetes volt ebben a kérdésben. Hogy jelezte, hogyha a, attól a megállapodástól, amit, amit az állami és kormányfők júliusban elértek, pont erről a jogállamisági kérdésről, amiről egyébként ez az egész vita szól, hogyha ettől eltér bármelyik uniós intézmény, az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy a Tanács, akkor a magyar és a lengyel kormány nem fogja tudni elfogadni ezt a költségvetést. És hát eljutottunk oda, ö, november 5-ére, ahol uh -huh, is az uh -huh. Európai Parlament és a, az Európai Tanácsot képviselő Németország ö, egy olyan szöveget fogadott el a, egy a jogállamisági kérdésben, ami, ami, a magyar és a lengyel kormányok számára nem volt elfogadható. Ez azért történt, mert, mert ahogy már évek óta is mondja a magyar kormány, a jogállamiság kérdése az egy nem definiált kérdés. Nem tudjuk, hogy konkrétan mi tartozik a jogállamiság kérdés körébe, és így felelőtlenség és politikai nyomásgyakorlásnak ad teret, az, hogyha ehhez a kifejezéshez, mint jogállamiság, azt kapcsoljuk, hogy amennyiben ez nem kerül betartásra, úgy felfüggesztésre kerülhetnek egyes uniós tagállamoknak a forrásai. De hát bárhogy erőlködnek, 27 országra valamennyire ráhúzható ö, jogokat, alkotmányi jogokat nem lehet egyformán ráhúzni. Hát miért nem gondolják ezt át azok, akik most hát készülnek erre a bizonyos december 11-12-én megrendezett Attól tartok, hogy nem az a cél, hogy valóban összehasonlítható módon uh -huh. lehessen vizsgálni a tagállamok jogrendszereit, alkotmányos berendezkedését, hanem inkább az a cél, hogy egy olyan politikai eszközt ha, hozzanak létre, amelyik lehetőséget ad arra, hogy olyan tagállamok, van, vagy olyan tagállamokat, akik nem minden esetben felelnek meg azoknak a politikai elvárásoknak, amit az uniós intézmények támasztanak, azokat a, a sarokba lehessen büntetni. Büntetnék. Így van pontosan. Uh -huh. és, és pont ez a problémája a magyar kormánynak hosszú idő óta, hogy amikor Magyarország esetében jogállamiságról van szó, akkor sosem egy következetes, összehasonlítható módon közelítik meg a kérdést, hanem mindig összeszednek mindenfajta vádat, amiknek a fele már rég nem érvényes, már, már rég módosításra került a bizottsággal való egyeztetéseink folyamán, és ezeket összerakják bármilyen jelentésbe, és azt mondják, hogy hát Magyarországon nem érvényesül a jogállamiság. Ezeket a módosítottakat talán már nem is veszik annyiszor elő Brüsszelben, mint ahányszor a szemünkre vetik a migrációt migrációs kérdést és ezt a bizonyos LMBTQ őrületet. Így van, azért sajnos még előveszik. Tehát a, uh -huh. a, a régebbi dolgokat A, is? a régebbi Igen. dolgokat ennek sajnos nagyon jó példája az októberben bemutatott jogállamisági jelentés. Uh -huh. Ez egy ettől a költségvetéstől eddig független jelentés uh -huh. lett, ahol az összes tagállamot megvizsgálták, hogy jogállamisági szempontból mik jók, mik rosszak, hol vannak elmaradások, és itt ugyanazokat a vádakat vették ennek, amit évek óta elővesznek Magyarországgal szemben. Amik viszont már nem állják meg a helyüket, vagy sose állták meg a helyüket, és félő, hogy ha létrejön egy ilyen, a forrásokhoz is kapcsolt jogállamisági mechanizmus, akkor hivatkozni fognak erre a jelentésre, ahol ugyanúgy valótlanságok állnak benne. Ez az egyik oldala. A másik oldala, ahogy ön említette, Magyarországnak azért nagyon határozott politikája van, mind a, a migráció tekintetében, mind a, a családkérdések tekintetében, és, és félő az, hogy, hogy amennyiben ez az új mechanizmus, ami a jogállamiságot, a forrásokról összekapcsolja, ez létrehozásra kerül, mm. akkor olyan, olyan bűnökért bűnhödne Magyarország, aminek köze nincs a jogállamisághoz, hanem ahhoz van köze, hogy hogy szembe megy azzal a, a politikai irányvonallal, vagy azzal a, az egyéb politikai kérdések, mint például a migrációban megfogalmazott állásponttal, amit egyébként az Európai Unió rá akar erőltetni az összes uniós tagállamra. Ha mi tartjuk magunkat a vétóhoz, már pedig Magyarország és Lengyelország ehhez tartani fogja magát, akkor ennek milyen következményei lehetnek? Mert ugye nagyon sokakban felvetődik az, hogy akkor Magyarországot megfosztják a költségvetéssel járó összektől, és megfosztják attól a bizonyos felújítási alaptól is. Ugye ez nem elképzelhető. Magyarországnak ugyanúgy járnak ezek a pénzek dacára a vétónak. Ez pontosan így van. A vétó az nem... Magyarországot és Lengyelországot hozza egy különleges helyzetbe ezáltal. Csak ők voltak azok, akik megfogalmazták ezt a vétót. A vétó egy azt eredményezi jelenleg, hogy megállt ez az egész folyamat, ami oda vezethet, hogy az egész Európai Uniónak január 1-én költségvetésre legyen, és elinduljon a helyreállítási alap. Ez most addig áll, ameddig nem alakul ki egy kompromisszum az uniós tagállamok között ebben a kérdésben. De itt nem arról van szó, hogy ezáltal Magyarország és Lengyelország nem kap forrást, hanem nem született döntés az egész unió költségvetéséről. Ergo senkinek sem jár még az európai helyreállítási alapból forrás és a költségvetésből forrás, hanem a cél az, hogy feloldásra kerüljön ez az ellentét, és ugyanúgy haladjon tovább az az egész folyamat, ami oda vezethet, hogy, hogy az összes 27 uniós tagállamnak január 1-én legyen uniós költségvetése, illetve a helyreállítási alap is elinduljon abba az irányba, hogy a, a, a koronavírus okozta gazdasági károkat kezelni tudják a tagállamok, helyreállítási terveket nyújtsanak be, és lehívhassák azokat a forrásokat. De ez minden 27 tagállamra ugyanúgy érvényes. Még talán a postai utat járta a miniszterelnök Vétó levele, akkor, amikor a magyar ellenzék már felállt a parlamentben, és meglehetősen kemény szavakkal bírálta a Magyar Vétót. Igen, hát, és ez is csak a második fejezet ennek a történetnek, tekintettel arra, hogy a, a magyar ellenzék képviselői ültek ott. Pontosabban Csakatinka momentumos képviselő ült ott az Európai Parlamentnek annak a bizottságában, akinek az, a, az volt a célja, hogy ezt a jogállamisági eljárást létrehozza. Tehát itt a, a magyar ellenzék egyértelműen abban érdekelt, hogy, hogy egy politikai, politikai botrányt kavarjon ebből az egészből, és, és eltávolítsa ezt az egész kérdést a valós tartalmától. A valós tartalom ugyanis az, hogy a magyar kormánynak az a problémája, hogy egy nem kiszámítható, nem objektív mechanizmust hoznának létre, ami nem csak a jelenlegi magyar kormányt, hanem az összes azt követő magyar, lengyel, szlovák, német kormányt is kötelezhetni, kötelezni. Ezzel szemben az ellenzék ezt egy ilyen olyan kérdésé akarja áthangszerelni, mint hogyha ez Orbán Viktor miniszterelnöknek lenne a, a, a saját fájdalma, és hogy, hogy ide És a magyarország népét, ugye? Így van, így van. Amikor pont, hogy az a lényeg, hogy hogy egy olyan költségvetése legyen ennek a Magyarországnak, és nem a magyar kormánynak, hanem Magyarországnak, ami kiszámítható, amivel tudjuk, hogy öt év múlva ugyanúgy az agrártámogatások meg fognak érkezni, a, akik fejleszteni akarnak, akik zöldíteni akarnak, mindezeknek ez a támogatás meg legyen, ez az egyik oldala. A másik oldala pedig, és erről az ellenzék nagyon gyakran megfelelkezik, hogy ez a helyreállítási alap, ez, ez 750 milliárd eurónyi hitelből áll fel, vagy hogy áll össze majd, adódik össze, és ezt a hitelt majd a magyar állampolgároknak kell a következő generációkban visszafizetnie. Tehát mindenkinek az az érdeke, hogy egy olyan mechanizmus keretében, vagy egy olyan keretrendszer keretében kerüljön megvalósításra mindez a visszafizetés, mind az Európai Unió részéről a támogatáspolitika, ami nem politikai, hanem csak szakmai elvekhez kötött. Kedves projektvezető asszony, én azt kérem, hogy most egy kicsit tekintsünk kifelé Magyarország határain túlra. Ez a vétó, Magyarország és Lengyelország vétója, mit jelenthet majd a déli országok tekintetében? És ide kell csatolnom azt a kérdést, hogy mit jelenthet a V4-ek esetében, hiszen tudjuk jól, hogy Hát még talán számíthatunk arra, hogy Csehország vonakodva bár, de lehet, hogy majd támogatni fogja ezt a két országot. A szlovákokról már ezt nem merném mondani. Tehát kezdjük délen. Délen nyilván a, az olasz, a spanyol és a portugál miniszterelnökök, ők őknek nagyon számítanak a helyreállítási alapnak a forrásaira. Viszont remélhetőleg tudják azt is, hogy ez nem arról szól, hogy a magyar kormány nem őket akarja nem támogatni, hanem ez egy elvi kérdés, tekintettel arra, hogy már júliusban a magyar miniszterelnök elmondta, hogy mi alapvetően nem szeretnénk hitelfelvételt, mi alapvetően nem egy ilyen konstrukcióban szeretnénk ezt az egész helyreállítási alapot, de látjuk, hogy a délieknek szüksége van erre a forrásra, ezért elfogadjuk. Nyilván voltak kritikusabb hangok is, de most az elmúlt napokban úgy, úgy látjuk, úgy olvasom a helyzetet, hogy hogy a, a déli tagállamok bizakodóak abban, hogy helyre fog állni ez a, ez a rendszer, fel fog oldódni ez a, ez a vétóhelyzet, és lépünk tovább a kompromisszum irányába, tekintettel arra, hogy nekik tényleg szükségük van erre a forrásra. Ahogy a vényeket nézem, most jelenleg egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy mindenki a nyilvánosság előtt, és nem a cseh és nem a szlovák miniszterelnökök és kormányok támogatják a Magyar és a lengyel vétót, vagy a, a, a vétó mögött álló elveket, hanem a, a szlovén miniszterelnök Igen. az, aki nyíltan kiállt a, a magyar és a lengyel kormányfők mellett. A, a kérdés inkább az, hogy, hogy nyilván a, a Slovaki, še če. kormányok is tudják, hogy ez nem csak számunkra és a lengyelek számára jelent egy veszélyt a jövőben, hogy politikai nyomás gyakorlása alkalmazható eszköz hozunk létre, hanem számukra is. De inkább a magyar és a lengyel kormányok azok, akik az elmúlt években olyan szinten a keresztüzében álltak az európai intézmények támadásainak, hogy ők azok, akik úgy érezték, hogy ezt így tovább nem hagyhatják tekint, vagy a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy milyen az, hogyha politikai kérdéseket próbálnak teljesen független tényekhez kötni. Nem vezet ez a kötelék lazulásához, Vénik tekintetben? Én nem gondolom, hogy ez a kötelék lazulásához vezetne, mert, mert szerintem mind a szlovák, mind a cseh kormányok, mind a lengyel és a magyar kormányok is tudják, hogy ez egy politikai kérdés, és hogy itt a lengyel és a magyar kormányfőnek ki kell állnia emellett az álláspontja mellett, de attól még az érdekeink a régióból fakadóan, a gazdasági ereink és, a, és az együtt összefonódásainkból fakadóan nem lazulnak, és szerintem ugyanúgy tovább fog menni a V4 együttműködés ereje, mint ahogy ezt eddig is tapasztalhattuk. Most jön a legnehezebb kérdés, azt hiszem legalábbis, december 11-12, mint ahogy az előbb utaltam rá, ugye egy kétnapos csúcs, ahol tulajdonképpen dönteni kell arról, hogy december 31-én mi történjék a költségvetés tekintetében. Jósolna? Reménykedni tudok, jósolni nem mernék, de, de én, én remélem azt, hogy feloldásra kerülhet ez a jelenlegi helyzet. Azt lehet látni, hogy hogy az uniós intézmények törekednek arra, hogy megtalálják az, a megoldást. Nem, pontosítanék, nem az uniós intézmények, mert az Európai Parlament nem túlságosan segítőkész ebben a kérdésben, Igen. de de az Európai Tanács, a, a, német, a, a soros elnökséget vívő Németország, az Európai Bizottság is törekszik arra, hogy egy olyan kompromisszumot tanáljon, ami, ami a magyar és a lengyel kormánynak megfelel. A kérdés az, hogy hogy mennyire tudják ezt az egyensúlyt megtalálni, ahol még az Európai Parlament sem fog keresztbe állni ennek az egésznek, de látják azt, hogy ez egy olyan komoly elhatározás a magyar és a lengyel kormányoknak, hogy, hogy ebből nem fognak engedni anélkül, hogy valódi változás ne történne a jelenlegi, jelenlegi javaslatokban. Tehát kíváncsi vagyok, hogy hogyan, hogyan haladunk. Én azért nagyon reménykedem, hogy december 31-én már úgy fekszünk le, hogy január 1-abban a tudatban ébredünk, hogy van költségvetés az Európai Uniónak és az Európai Uniós tagállamoknak. Az érződik az Európai Unión, hogy egy egy válaszúthoz érkezett, és ez, ez, mindenkire, aki az Európai Unióban él, jellem, vagy hatással lesz, mert nagyon pont a költségvetési tárgyalások miatt gyakran elfelejtkezünk arról, hogy jelenleg egy másik folyamat is zajlik az Európai Unióban, méghozzá az Európai Unió jövőjéről szóló folyamat. És, és úgy érzem, hogy ez a mostani megmérettetés, és ez a mostani ütközés, ami most Magyarország, Lengyelország részéről a vétóval elkezdődött, ez, ez, egy nagyon fontos mérfő az uniós jövőkeresésnek, mert, mert itt az lesz a kérdés, hogy milyen elvekre építjük föl az a közös Európai Uniónkat. Erről a jövőről mi még biztosít itt szót fogunk váltani ebben a stúdióban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a duetttel!